Tudod, hogy a GDPR hatását és annak a bevezetését hogyan oldotta meg egy rendelőintézet? Na, ezt elmondom a neked, meg fogsz lepődni, vagy dőlni fogsz a nevetéstől. Szóval üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Ebben a pénteki videóban összefoglom egy kicsit a hetet, és pár ilyen hasznos tudásmorzsát hoztam el neked. Nagyon-nagyon sok minden történt a héten, nagyon-nagyon impulzív és energetikus volt ez a hét, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. De még nem ért véget, csütörtök van, megyek hazafelé Szekszárdról, a legendás Mastermind csapatommal találkoztam, és nagyon-nagyon különleges volt. De kezdjem ezt az egészségügyi sztorit először. Ott egy üzleti reggelin Pécset, és ott elmondta egy, az bemutatkozásnál az egyik úriember, hogy ez a GDPR egy mennyire visszás dolog, és mondott egy kicsit hofi stílusban egy nagyon érdekes kis történetet. Azt mondja, hogy a helyi nemi beteg gondozóban a nővérek, akik behívják a betegeket a doktor úrhoz, a rendelőbe, azok mindig egy hangszoron keresztül, ilyen mikrofonon és hangszoron keresztül mondták be, hogy Kovács Kézánét kérjük a kettes vizsgálóba. És azóta tanakadtak, hogy mit tegyenek, mert innentől kezdve nem lehet kikiabálni az ügyfél nevét, adatvédelem van egyebek. Úgyhogy fogta magát az egyik nővér, kimegy, ott ül a csomó beteg, és azt mondja, kedves betegek, sajnos adatvédelmi törvény is ezáltal az önök személyiségi védelme miatt nem mondhatjuk az önök nevét, nehogy valaki más meghallja. Úgyhogy kérem az első beteget, a szifiliszes beteget, az jöjjön be elsőnek. Valahol egyébként talán ez a kicsit hofis történet tényleg megmutatja, hogy az adatvédelem sok esetben mind a két felet mennyire gáncsolja, gátolja. Úgyhogy ennyit a rövid bevezetőként. Ami érdekes dolog történt, az, hogy voltam több üzleti reggelin, nagyon sok emberrel találkoztam. Nagyon különleges volt az, hogy a Szekszárdon egy nagyon kis családias csapat volt, ez miatt nagyon személyes volt a kapcsolat, a Pécsi egy nagyon profi nagy csapat volt, úgyhogy nagyon érdekes volt, és pont ott beszélgettem az egyik úriemberrel, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok, mert ha az ingatlanjaimat például, mert ilyen VIP Ausztria témában voltam ott, bedobjuk egy nagy rendszerbe, akkor igazán nincsen gazdája, de ha valaki ezt, ott az egyik ilyen nagy hálózatnak a tagja, ő ezt személyes ingatlanként teszi föl és menedzseli, ausztriai ingatlanokról van szó, akkor az nyilván egészen más lesz. Tehát a személyes kapcsolat nagyon-nagyon fontos. Én azt látom, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy automatizált üzlet. És akkor találkozunk ilyen emberekkel, elmondják, hogy milyen szoftvert használnak, mit raktak össze, egyébek, és oké, mennyi a forgalmat? Hát, még nem sok. És mondom, mennyi ideje csináltad? Hát, másfél éve. És mennyi könyvet adtál el a sajátján? Hármat. Ez nulla. Úgyhogy én azt mondom, a személyes kapcsolatok nagyon fontosak, és ezeknek a fenntartása, ápolása, az már lehet jó rész automatizált. Aztán volt az első, ez az online-os mastermind találkozónk, ott a másik csapat az oroszlánokkal konzultáltunk, az is nagyon érdekes volt, nagyon sok tanúság volt, ezt most nem fogom elmondani, mert ez a csoportra tartozik. De ami érdekes, hogy volt utána következő nap személyesen a szekszárdi találkozó, és végre kimozdulva a törzshelyünkről egy klassz kis ilyen pince éttermet béreltünk ki, annyira felszólultul a társaság, hogy hihetetlenül jól éreztük magunkat, amellett, hogy iszonyú mennyiségű tudás volt, sőt, ráadásul az egyik tagunkat sikerült annyira kiakasztanom szegényt, hogy alig tudott megnyugodni, amikor megmutattam neki, hogy hogyan, milyen módon lehet például az online marketingben nagyon egyszerű eszközökkel elég gyorsan és elég költségtakarékosan eredményt elérni, annak a tízszereset, százszorosát fizettek ki eddig, és tízszer annyi időbe telt, amíg elkészült. Szóval ez is egy nagyon tanúságos dolog volt, itt volt az egyik tartósan külföldön élő, Írországban élő tagunk, hát őt szegény nagyon sajnáltam, mert ez az oroszlán csapat, aki már lassan 7 vagy 8 hónapja indult, ez kőkemény. Tehát itt kifejlett nagy, erős karakterű példányok vannak, úgyhogy szegény tagunkat, aki csak online szokott ott lenni, hát úgy kellett megnyugtatni, hogy nem akar senki bántani, csak játszanak a többi játszótársak, tehát nem megenni akarnak, de nagyon-nagyon hasznos volt, csomó nagyon fontos ötlet volt, eljátszottunk helyzeteket, kielemeztünk helyzeteket, nagyon sok elemzést néztünk meg az interneten, tehát borzasztó hasznos volt. Aztán például megmutattam egy dolgot a tagoknak,
és elmondom neked röviden magát a történetet. Nekünk van, ugye az embernek törekedni érdemes arra, hogy több bevételi forrása legyen. Egyik például ilyen, hogy a Murai házunkban vannak apartmanok. Ráadásul most, hogy elköltünk, három nagy apartman lesz, tehát kb. 15-20 főt, hát ne is, 20-25 főt lehet elhelyezni. És ami a lényege, hogy hát felraktuk a bookingra ugye, és a bookinghoz ügyfeleket, de én voltam egy tréningen 2 éve, és az eszembe jutott, hogy a bookingot meg lehet hackkelni. Csú! Nagyon érdekes téma. Tudod, a bookingot használják a legtöbben, mint a Google-t mondjuk keresésre, a YouTube-ot videókeresésre, a bookingot pedig szálláskeresésre. Ne kelljen nagyon sok szállásra kommunikálni, ajánlatot kérni, egyebek. A bookingon, ahol van szabad hely, az gyakorlatilag ott le tudják foglalni. És ezért szeretik az emberek. De én ezt nem tudtam, hanem egy hotel tréningre elmentem önszorgalomból, kíváncsiságból. Budapesten egy profi külföldi cég tartott egy tréninget, érdemes volt kifizetni pár száz eurót érte, és elmagyarázták, hogy igazából egyre többen, ez a tendencia terjed, egyre többen a bookingot metakeresőként használják. Ez azt jelenti, hogy keresi, hogy hol van Muroba szállás február 5-től 10-ig, vagy 20-ig, vagy akármeddig, 4-5-6-7, 6 fő, vagy 5 fő, vagy apartman, vagy bármi, és akkor megtalálják, mert kiírja a booking, hogy tulajdonképpen milyen szabad szállások vannak még, akkor egyszer beütik a szállásnak a nevét a Google-ba, és megkeresik direktbe, mert direktbe akarnak foglalni, mert a legtöbb ügyfél már tudja egyébként, hogy a Booking nyilván 13 Budapesten, vagy 20-25%-ot is elkér a teljes forgalomból, tehát amit rajta keresztül foglalnak, éppen ezért egyre többen teszik, hogy direktbe foglalnak, hiszen a szállások, mint például a mi apartmanjaink, azt mondtuk, hogy hát a tudásnak ára van, a butaságnak van adója, tehát mi azt mondtuk, hogy a Bookingon annyival drágább, amennyi jutalékot kér a Booking. És innent, nyilván ez régen nem lehetett, tehát ha te ismered a régi szabályokat, akkor a Booking egy kartel törvényt sértő módon azt várta el, hogy, és alá be is írta a szerződésbe, hogy gyakorlatilag a Bookingon garantáltan legolcsóbbnak kell lenni. Csak hogy ezt Európában a legtöbb országban már megtámadták, és már rég nem igaz ez, tehát ne hidd azt, hogyha ezt mondják neked, ne hidd el nekik. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag például ez a 13-15%-kal olcsóbb, ha közvetlenül foglalod. És az volt a probléma, hogy ott a Bookingon bevezettünk egy nevet, az a neve egyébként, hogy apartment, tehát 2 p-vel apartment, zur Brücke, tehát magyarul a apartman a híthoz, mert a hídnál van a házunk, és ezért az történt, hogy a metakeresőként használt bookingból, ha valaki beütötte a nevet, nem találta meg, mert ausztriai kötője szállások.hu néven van egyébként már egy weboldal, már régen nem foglalkoztunk vele, de létezik. És nem vezette össze a Google, nem lehetett megtalálni. Ha valaki beütötte apartment zu Brücke, vagy Murót hozzáírta, akkor tök mindig eljutott a bookinghoz, de minket nem talált meg a listában. És én ezt tudtam már régóta, csak valahogy lusta voltam, nem figyeltem rá. Most, hogy bővítjük az apartmanokat, és azt mondta, hogy csinálj meg egyszer rendesen. És ez délután 2-kor volt egy szombati napon, talán amikor azt mondom, oké, ezt most már ezt rendbe kéne tenni. Úgyhogy fogtam, mementem az online szolgáltatómhoz, az osztrákhoz, akinél vannak a doményeim, meg a weboldalaimnak egy része, és lefoglaltam online 1 perc alatt egy domént, hozzárendeltem a 3. percben egy e-mail címet, és utána az 5. percben hozzányítottam egy WordPress weboldal rendszert, amelyre 10 perccel később, vagy 20 perccel később inkább megtaláltam online egy sablon, tehát egy témának nevezi ezt egyébként a WordPress, vagy egy arculatot, ezt letöltöttem, hiszen előfizetésem van, hogy korlátlan tudok letölteni ilyeneket, ha évi 110 vagy 20 euróról, majd beírom ide a megjegyzésbe, jó, a elements.envato.com-ról, letöltöttem egy marha jó dizájnt, fölinstaláltam, mert már van ebbe egy pici gyakorlatom, és a lényeg, hogy nem volt még évfél se, de már működött a weboldal. Ez volt 8 napja, 10 napja, tehát nem az elmúlt hétvégén, hanem az előtti hétvégén. És már most is csörgött a telefonom, meg a e-mailen is jöttek már ajánlatkérések, mert egyszer megtalálják most már az ügyfelek, és gyakorlatilag amire ki akarok lyukadni, és ezen akadtak ki nyilván a tagok egy része, hogy a gondolattól az eredményig, tehát nem a megvalósításig, hanem a megvalósításon keresztüli eredményig el lehetett jutni 1 hét alatt, 10 nap alatt. És mondja az egyik tagunk, hát ő 1500 euróért most csináltat, külföldi a tag,
Szlovákiából. 1500 elé most csináltat egy weboldalt, és hát azt mondták másfél-két hónap, de lehet, hogy csak, mit tudom, december, nem tudom mikor. És hát persze piszkosul kiakadtam, hogy ezt nem csak elmondtam, meg is mutattam nekik. Úgyhogy ez a kérdés, hogy ma mennyire vagy ebben a világban, és még százféle dolgot mutattam, honnan tudsz letölteni képeket, videókat, honnan tud ezt gazdaságosan megtenni, ne kelljen egyesvesokat fizetni. Ma délelőtt azt néztük végig, hogyan tudsz hozzá hangeffektusokat vásárolni, hogy legyen egy állandó hang hordozott mondjuk a videóidhoz. Szóval nagyon-nagyon elmélyedtünk az online marketingnek a részben technikai részében. És a tanulság, amit el akarok mondani neked, és amit át akarok adni így a hét tanulságaként, hogy nem teheted meg azt a luxust nem teheted meg, hogy szakemberre bízod magad. És nem azért, mert drága, nem az elsődleges szempont, hanem az, mert hónapokba telik, és a végén megvezet. Mert megcsináltak ugyanez a grafikus egy korábbi weboldalt ennek a taktársunknak, és megtanítottam, hogy hogyan lehet a kereső optimalizálást leellenőrizni. Tehát a forráskódban mit kell keresni, hogyan kell, miként kell. És azt mondta, totál szar az egész. Tehát egyszerűen nem jó. És rájött arra, hogy nem az a baj, hogy sok ezer eurót kifizet, az is persze, de az a baj, hogy a végén az eredmény nem jó. És ez a fő tanulság. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy ne érts annyira hozzá, hogy ellenőrizni tudsz, hogy amit kaptál, az jó vagy nem. És nem oda akarok kiukadni, félreértés ne essék, hogy a cégvezetőnek WordPress kell szerkeszteni. Én világéletemben programoztam gyerekkorom óta, Sinclair ZX81-jel, meg Commodore 64-jel kezdve gépi kódi szinten, tehát elég mélyen. Tehát engem érdekel, engem szellemileg frissen tart, de ennek a társadalmaknak elég sok alkalmazottja van, több cége van, több országban van disztribúciója, nyilván nem az a cél, hogy WordPress-t szerkesszen. De mi is megtanítottuk azt, hogy hogyan tudja ellenőrizni a SEO, a keresőoptimalizálás szempontjai szerint a weboldalt, már az elég volt ahhoz, hogy rájön, hogy nem jó. De nem őneki kell megcsinálni. Tehát egy tudatos ügyfelet kell csinálni, ez volt mindig is az internet szemináriumnak a lényege. Úgyhogy ez volt egy nagyon érdekes tanulság. Úgyhogy éjfélig, vagy majdnem éjfélig tartotta az egész együttműködés, és ma délelőtt persze már egy példákkal, egy nagy, óriási tableten nézegetve néztünk meg eseteket, esettanulmányokat. Az egyik elmondta, hogy hogyan csinált egy fantasztikus csalit az online shopjához, ami egyszerűen zseniális, tehát én is tárt szemekkel néztem, hogy mennyire jól csináltam meg egy autóalkatrészes shophoz, és így tovább. Szóval nagyon-nagyon hasznos volt, és annyira felszabadult a társaság, hogy ilyen vidám, ennyi energiát sose éreztem még. Jó kimozdulni a saját környezetedből, és a TAUK-nak is kimozdulni egy kicsit Tata, Budapest, a Tatára vannak többen, környezetből. És erre fölbuzdulva, nem most, már korábban eldöntöttük, hogy akkor a következőt egy picit messzebb visszük, nekem egy kicsit persze könnyebb lesz, tehát én fogom őket vendéglátni, és jönnek Muróba. És összeengedjük a két csapatot, mármint a legendást és az oroszlánokat. Lesz egy közös napunk, szóval hosszú, sok programmal. Ami a lényeg az egészben, hogy tegnapi nap érezhetően annyira kemények már a régebbi csapat, hogy úgy néz ki, külön felkészülő tréninget kell tartanom az újaknak, az oroszlán nevezetű csapatunknak, mert ezeket élve megeszik. Tehát ezek már annyira megerősödött, kifejlett oroszlánok, hogy a többieknek meg kell tanítani, csak játszanak veletek, nem akarnak megenni. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Ez is a tanúság, és nagyon várja mind a két csapat, hogy találkozzanak, és lehet, hogy akkor onnan is fogunk tudni egy-két híreket hozni neked, egy hónap múlva lesz egyébként ez Muróban. Szóval, ennyi röviden, ami a hét tanúsága volt, én szerintem az egyik fontos az, hogy építsd a kapcsolatokat, de személyesen, tehát nem véletlenül csinálom az ezrével a kilométereket, mert személyesen kell építeni, egy telefon, egy e-mail nem sokat ér, és ha fölépítetted személyesen a kapcsolatot, fölépítetted a bizalmat és az érdeklődést, akkor azt már rá tud rakni egy automatikus kapcsolattartásra, videósorozatrendszerre, egyebekre. A másik ilyen tanulság volt, hogy tudatos megrendelő legyél, ha webes projekted legyen az áruház, mérrendszer, weboldal, bármi, tudatos ügyfél legyél, de nem az a cél, hogy te magad tud megcsinálni, hanem az, hogy jól legyen megcsinálva. És hát a tanulság az még, hogy nekem, hogy nem tudom, hogy hol a vége, egyszerűen nem tudom elképzelni, de nagyon megerősödtek az oroszlánok.
Úgyhogy nekem is piszkosul föl kell kötni a gatyát, hogy tudjak mindig egy picit előttük járni, és tudjak mindig mutatni nekik egy nagyobb teljesítményt. Ez tegnap sikerült is. Az egyik már azt mondta, a kommunikációs tréning csomó moduljából kettőt mutattam csak meg élőben, hogy kész vége, itt neki most betelt a tudás pohár, Winchester full, ez persze pozitívan, nagyon jó volt, de nem tud befogadni többet. És ez neked a jó hírem egyébként, ez a következő tanúság, hogy átbeszéltük azt, hogy én például milyen stratégiával hogyan megyek tovább. Nyilván a tanulók készülnek a Mastermind csoportoknak, de már az új tananyagot, a kommunikációst, ami az életem legnagyobb projektje eddig oktatási anyagrendszerben, azt már online fogom úgy megcsinálni, hogy megkapják a tagok nyilván, a tagság részeként, és nyilván meg fogják kapni a többiek, tehát magyarul te is meg tudod majd rendelni, minimálisan fog többe kerülni, hát nyilván ugye nem jár hozzá természetesen konzultáció, tehát ez a Mastermind csoport, de azon törtem a fejem egyébként, hogyha valaki meg fogja rendelni ezt a komplett kommunikációs csoportot, akkor lehet, hogy külön egy félnapos webináriumot fogok tartani, vagy egy személyes, hogyha Budapesten leszek, úgyhogy lesz egy nagyon különleges ajánlat ebben. Szóval arra jöttem rá, hogy nyilván, és ez neked is érdekes lehet, hogyha ezen dolgozol, nyilván egy megfelelő rendszer, a Udemy-t választottam, a fölépített anyagokat már úgy készítem el egy új struktúrában, amely mások számára is elérhető lesz, és ha lesz időm, akkor ugye téli álmot alszunk majd, akkor nem fogunk menni hajózni, akkor visszafelé fel fogok dolgozni egy-két anyagot. A sales nagyon érdekes, azt gondolom, hogy az olyan ütős, a legtapasztaltabbaknak is átütötte a küszöböt, hogy ez bomba. És hát most az első csapat, vagy a második csapatunk jár a pozicionálásnál, hát ott megint potyognak le a tantuszok, úgyhogy nyilván ugye szeretném megosztani, nem az a célom, hogy meséljek arról, hogy milyen klassz a torta, és nem engedem, hogy megkóstold, de nyilván ez a tagoknak most egyenlőre még előjoga. Ha ezeket fel tudom dolgozni Udemy rendszerbe, egy nagyon jó struktúrában, akkor te is hozzá fogsz tudni férni. És a hírlevél előfizetőknek, akik rajta vannak, a sikervitamin.hu regisztrációval az adatbázisba jönnek, meg egy speciális kódot fog tudni küldeni, amivel kedvezményt tudnak kapni. Úgyhogy ez volt a hét. Nagyon dinamikus, nagyon energetikus volt, tehát nekem nagyon inspiráló feltöltő volt, és hát nyilván ettől függ, hogy mennyi energiád van, hogy mennyi pozitív impulzust kapsz. Tegnap minden eddigi dolgot toppolt ez a kis ilyen pinceszerűbe lévő együttlétünk este, fantasztikus volt. Úgyhogy most eljutott odáig a társaság, hogy nagyon erős bizalmon alapuló barátságok alakultak ki, amelyekben már nyilván nem megbántva a másikat, de egy kesztyűskéz nélkül egy őszintén lehet kommunikálni, ötleteket adni, egyebeket, anélkül, hogy megsértődne a másik, és tényleg nagyon hatékonyan lehet együttműködni. Ez egy olyan szintje a kezdethez képest, amit még most kezdik csak kóstolgatni a másik csapat, amit nem értem még meg eddig üzleti körökben, és ez tényleg az kell, hogy gyakorlatilag 7 vagy 8 hónapja vagyunk együtt, azt hiszem 7 hónapja, hogy rendszeresen hetente eltöltünk órákat, havonta pedig egy-egy napot. Azt kell, hogy neked is legyen ilyen, remélem, hogy találsz ilyen társakat. Én maximum még talán egy csoportot fogok indítani, utána ez részemről betelt, mert lehetetlen több emberrel gondoskodni. Ráadásul most mind a kettőben van nagyon klassz két Attila, és mind a kettő valamilyen Opeles, úgyhogy időnként még a fejemben is összekavarodtak a dolgok. Az egyik kereskedik, a másiknak meg van egy ampérája. Úgyhogy nagyon-nagyon látom azt, hogy a két csoport már kezdi terakni a fejemet, mert ott van az ember velük, fejben ott van velük, problémájukban ott van, aki Írországból társunk, arra külön készültem például az ő biznisz modelljére, nagyon sok információt összegyűjtöttem, nagyon sok dolgot tudtunk átadni neki. Ez olyan szintű személyes dolog, hogy ezt tényleg csak limitáltan lehet. De ezért törekszem arra, hogy a Udemy-n megvehess majd olyan anyagokat, amelyeket örökké, tehát egész élet bármikor meg tudsz hallgatni újra és újra, és ne kerüljen többen, mint mondjuk általában egy szemináriumi nap kerül, de nyilván ez 10-15, akár 20 órás anyag is lehet, kiegészítő jegyzetekkel, checklistákkal, szóval egy új dimenzióba lépünk át. Azt kívánom neked, hogy legyél sikeres, azt kívánom neked, hogy maradj velünk, legyél velünk,
és találkozunk a jövő héten. Egy picit lehet, hogy megint hétfőn tanulunk, vagy tanúságokat szűrünk le üzletileg az elektromos autóból. Sok sikert kívánok neked, egy szuper hétvégét, még azt is lehet, hogy hétfőn meglátod, hogy honnan készítem a hétvégén a hétfői videót. Meg fogsz lepődni a háttéren. Ciao, sok sikert!